Az Úr Jézusban hívők úgy gondolják, hogy ha megbocsáttattak a bűneik, elnyerik az örök üdvösséget. És amikor eljön az Úr, felemeltetnek a menny királyságába. Régen, amikor az Úrban hittem, én is így gondoltam. De pontosan mit jelent hinni az Úrban és üdvözülni? A bűnbocsánat tényleg elég ahhoz, hogy belépjünk a menny királyságába? Szűtestvér! Igen? Annyira csodállak. Te biztos elnyered az üdvösséget, és beléphetsz a menny királyságába. A prédikációinkban mindig másokkal foglalkozunk. A Szentlélek megvilágosítását nyújtjuk másoknak. De nincs gyakorlatunk. Ha így dolgozunk és szolgáljuk Istent, nehezen érjük el az üdvösséget és a tökéletesítést. Ma nem kaptuk el. Nagy szerencséje van. Vigyétek be a feleségét! Miért tartóztatják le anyukát? Jó, fiú! Rossz hírem van. Szűtestvér feleségét a rendőrök megölték a börtönben. Mi? Mi? Megölték a rendőrök? Istenem! Istenem! Évek óta szolgálunk téged, és tesszük a kötelességünket. Hogy történhetett ez? Ha az ember meg akar menekülni, és azt akarja, hogy Isten teljesen megnyerje őt, akkor mindazoknak, akik Istent követik, a sátántól jövő kisebb és nagyobb kísértésekkel és támadásokkal kell szembenézniük. Azok, akik kikerülnek ezekből a kísértésekből és támadásokból, és képesek teljesen legyőzni a sátánt, azok, akiket Isten megmentett. Még ha hiszünk is az Úrban, ha bűneink meg is bocsáttatnak, és feláldozzuk magunkat Istenért, sátáni beállítottságaink nem oldódnak föl, és természetünk továbbra is ellenáll Istennek. Isten ítélete és fenyítése nélkül, még ha Isten meg is bocsátja a bűneinket, még mindig a sátánhoz tartozunk. És ellenállunk Istennek, sosem nyerjük el Isten jóváhagyását. Ha megpróbáltatás ér, még mindig panaszkodom, és lázadok Isten ellen. Hogy hihettem, hogy elnyerem az üdvösséget? Csak ha megtapasztaljuk Isten ítéletét és finomítását, akkor tisztulhat meg bűnös természetünk és sátáni beállítottságunk, ami mélyen gyökerezik bennünk. Csak az ilyen ember alkalmas belépni a menny királyságába.